Több mint 44 ezer tővirág kiültetése kezdődött meg a héten Gyulán. A munkát a közüzemi Kft. Szakemberei mellett egy külsős vállalkozó munkatársai segítik. Ha minden a tervek szerint halad, és nagyobb eső nem gátolja a haladást, akkor a jövő hét közepéig végezhetnek is. A virághengereket, melyekből 26 darab van, jó eséllyel május második felében helyezik ki. Alkalmazkodtunk a szárazabb időjáráshoz, és ezért a ültetési tervben olyan virágok lettek alkalmazva vagy betervezve, amik most a héten elkezdünk kiültetni a közterületekre, amelyek ezt a szárazabb, melegebb klímát jobban állják, jobban tűrik, de ez nem jelenti azt, hogy újdonságokat tapasztalhatnának növényfajok tekintetében a járókelők vagy a várospolgárai, mert ugyanazokat a növényfajtákat ültetjük, csak amelyek szárazságtűrőbbek, vagy jobban bírják a meleget, azt nagyobb számban. Az utóbbi évek szárazabb, melegebb időjárása ezekre a növényekre is hatással van, derült ki Bányai György üzemvezető helyettes szavaiból. Mint mondta, folyamatosan értékelik az időjárási trendeket, illetve a növények viselkedését. A régebben gyakorinak számító paprikavirág már visszaszorult, minimális mennyiségben lelhető csak fel a közterületeken. A betegségekre való nagyobb hajlama miatt a nikotinvirág és a vaníliavirág viszont teljesen kikerült a kínálatból. Ezek a növények az első nagyobb hőhullámot is rosszul bírták. Hosszabb távon terveznek viszont a begóniákkal. Ezek a kiültetéstől egészen szeptemberig szépen fejlődnek, és megfelelő öntözés mellett jól bírják az időjárás kilengéseit is. Bányai György kiemelte, ha több évtizedes tendenciát vizsgálunk, akkor azt láthatjuk, hogy az öntözésnek egyre nagyobb jelentősége lesz. Amíg 30-40 évvel ezelőtt egyrészt nem is volt öntözött partfelület Gyulán, de nagyon nem is kellett, mert igaz, akkor is voltak szárazabb időszakok, vagy szárazabb évek, amikor nyár végére, vagy nyár közepére kisült a gyepállomány egy adott partban, de azért ez nem volt év mint év jellemző. Ha most nem lennének öntözött zöld területeink, akkor viszont ez hogy a fűálló, a gyepállomány nyár közepére vagy nyár végére kisül, megbarnul, ez szinte azt mondom, hogy már éves szinten jelentkező probléma lenne. A hétvégén lezajlott virágos fesztiválon a közüzemi Kft. Standján a komposztálást népszerűsítették. Ehhez összesen 7 köbméternyi ingyenes termékmintát adtak az érdeklődőknek.